Az összefoglalóban a Városalapítók napján, valamint a szüreti és szlovák nemzetiségi napokon való aktív részvételük mellett kiemelte a kiskörösi szlovák nemzetiségi népdalkör 40 éves születésnapján tartott műsort is. Erre nagyon szép kiállítással készültünk, és hetedik készültünk egy műsorral a színpadon, ami fergetegesen sikerült. A Domovina TV, az országos szlovák TV 3 napot itt tartózkodott, és fölvett minden mozdulatot, és hát nagyon büszkék vagyunk, hogy egy egész, a teljes Domovina műsor rólunk szólt. Mint mondta, rendszeresen tartják a kapcsolatot az ország más tájain élő szlovák települések lakóival, akiket szeretettel várnak ők is a viszontlátogatások alkalmával. Mindemellett a népdalkörrel és a citera zenekarral minden meghívásnak eleget tesznek és képviselik városunkat a környékbeli és távolabbi települések rendezvényein is. Eleken voltunk, ez a román határ mellett van. Ennek az volt a különlegessége, hogy ilyen nemzetiségi népdalkörök találkozója, a szomszéd országokból és távolabbi országokból voltak népdalkörök és táncosok, és nekünk is nagyon nagy sikerünk volt. Nagyon összeszedte magát a népdalkör, nagyon szépen énekelt, és a ruhájuk az gyönyörűséges volt. Mindenki velük akart fényképezkedni. Az elnökasszony elmondta, hogy a fiatalabb korosztályokból sokan felsorakoztak mögé olyanok, akik ötleteikkel és munkájukkal segítik a szervezet rendezvényeit. A Szűsné Maria legkreatívabb. Hát ő mára is legalább 4-5 féle mézes és egyéb sültemény, pogácsát és mindenfélét készített, és akkor a barátnője a lengyelné, Babi. Itt van a Icu, aki a óvoda igazgató volt a Mohácsi óvodában, meg hát a Györkné a negyedik, ő már régóta itt van velünk. A hagyományoknak megfelelően a közgyűlés lilahagymás zsíros kenyér uzsonnával és jókedvű nótázással zárult, amelyhez az alapot az akasztóiakkal kiegészült citera zenekar szolgáltatta. Következő rendezvényükön december 18-án az adventi téri faházban szeretettel várnak mindenkit a tavaly nagy népszerűségnek örvendő velős kenyérrel és egyéb finomságokkal.